Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ma arra gondoltam, hogy elmondom nektek a kedvenc vicceimet. Hát lesznek nagyon rossz viccek is, meg amit hallottatok már, de nekem nagyon tetszenek. Hát elkezdjük így szolidabb viccekkel. Két kamera megy a sivatagba, egyik elesik, másik megkérdi, hogy felvegyelek. Akkor a következő nekem nagyon tetszik. Két szög ül a buszom, egyik szög átadja az öreglánynak a helyet, és az öreglány azt mondja: derékszög vagy, fiam. Nagyon nem vicces, de nekem nagyon tetszik. Akkor két rendőr beszélget. Te figyelj, már be fog kerülni a rekordok könyvébe. Ha na már mi? Ha mi kerülnéte be? Az ott ráíró a kirakóra, hogy 2-től 6 évig én megkiraktam 1 év alatt. Na ilyenkor mi van? Akkor egy szőkenő. Bocsánat, nem akarok senkit megkérdezni. Nem szőkenő, sima nő. Sima nő. Sima nő elmegy a pasiának, a, hát az anyósához, meg az apósához elmegy családi kajára. Hát nagyon fáj a gyomra, és sajnos el kell ereszteni egy kis galambot. Elereszti. Megszól az apósa: Fifi! Ó, megnyugodik a csaj. Elereszt még egyet. Megint az apósa: Fifi! Ó, hát rájött a csaj, hogy ez biztos már a kutya lelkén fog száradni, így hívják a kutyát, hogy Fifi. Elereszt egy nagyon nagyot. Fifi, menjél már arrébb, mert rátszarik. Nem jó az előadásmód. Akkor megkérdeznek egy 120 éves bácsit, hogy nagyon sokáig élt, és hogy Pista, bá, mesélje már, mi volt olyan rossz dolog az életébe, amire mindig emlékezni fog. Hát egyszer 8-10-en kim voltunk, legeltettük a birkákat, és elveszett a birka. 8-10-en elkezdtünk megkeresni, magunkévá tettük, és elmentünk haza. Hát a Pista, bá, hát ez nem olyan vészes, nem olyan rossz dolog. Mesélje másikat. Hát jó van, egyszer 8-10-en elveszett az egyik ismerősömnek a felesége, megkerestük, magunkévá tettük, hazajöttünk. Na de Pista, bá, hát ez se olyan borzasztó dolog. Meséljen valami még durvábbat. Egyszer én is elvesztem. Na hát ennyi volt, ezek a kedvenc vicceim. Majd még eszembe jut pár, akkor jelezzétek, hogy legyen még ilyen viccek videó, mert szeretek mesélni vicceket. Na, köszi, sziasztok!